Így néz ki a Kossuth Lajos utca utolsó, közel 600 méteres szakasza, ami most felújításra kerül. Március 29-én hétfőn kezdi majd meg a kivitelező a munkákat, Bonyhádváros önkormányzata megbízásából. A felújítási munkák során a teljes szakasz kétoldali lezáró sűjesztett szegélyt kap. A szegélyépítések után kijavítjuk a meglévő alépítményi sérüléseket teljes pályaszerkezet mélységében, készítünk egy csiszolómarás teljes felületen, és egy teljesen új aszfalt kopóréteget készítünk az egész utca burkolatára. Több helyen sérült most a pályaszerkezet, ez azt jelenti, hogy elég csúnyán el vannak sűjjedve. Ahhoz, hogy ez jó minőségben koporéteget kaphasson és ez tartós legyen, ezért ezeket a részeket föl kell bontsuk. Új ágyazati réteg, új betonalap, kiegyenlítő aszfaltréteg és egy új koporéteg kerül kialakításra. A sérült részeken ez durván 200 négyzetméter, a teljes felület pedig a csiszolómarás után kap egy teljesen új aszfaltréteget, ez meg egy durván 4200 négyzetméter felületet érint. A felújítás az Árpád utcától a lakott terület végéig, vagyis a település tábláig tart majd. A munkákat már a március 22-i héten elkezdték volna, de a kivitelező elmondása szerint az anyagellátottság akadozott. Ennek ellenére a szerződésben szereplő határidőn belül elkészülnek majd a munkával. Az ütemtervünk szerint június elejére teljesen átadjuk újra a forgalomnak, de a kivitelezés alatt is igyekszünk úgy megoldani, hogy minél kevesebb kellemetlenség éri az erre közlekedőket. A teljes lezárása csak a marás, illetve az aszfalt húzásakor kell számítani, de ez előre tájékoztatva lesz. Erre körülbelül május elején, közepén kerül majd sor. A kivitelező úgy nyilatkozott, igyekeznek majd félpályás lezárással megoldani a munkálatokat, de egy-két nap teljes útzárral is számolni kell majd valószínűleg. A kivitelezés teljes költsége bruttó 65 millió forint, melyet részben pályázati forrásból, részben önerőből finanszíroz az önkormányzat.